A székelyek lakta faluból, Madéfalváról érkezett amatőr foci csapat összehangoltan játszik a 7. székely magyar labdarúgó tornán, címvédőként érkeztek Dombóvárra. Jelenleg nem az igazi foci csapatunkkal jöttünk, hiszen 2014-ben, amikor a dombóvári székelyek körrel találkoztak útjaink, amikor Madéfalván a Szikulicidium emlékévét szerveztük meg, akkor a Madéfalvi Hagyma Fesztiválra, a székely települések labdarúgó tornájára hívtuk meg, és akkor Dombóvár képviselte ott magát, és egy évvel később, 15-ben itt megszervezték először ezt a labdarúgó tornát, és hát azóta mindig részt veszünk itt számunkra. Nem az a fontos, hogy képzett focisták alkossák a keretet, hanem az a baráti társaság, az a mag, aki a dombovári emberekkel onnan megismerkedett, és a kapcsolattartás folyamatos, ezt szeretnénk erősíteni, és ha őszintén nyilatkozom, akkor el kell mondjam azt, hogy nem a sportszakmai dolgok a legfontosabbak, hanem a barátság fenntartása. Úgy gondolom, hogy mind a hagyományőrző események, mind pedig a sport egy olyan összerázó esemény, amely jó alibi arra, hogy barátkozzunk, együtt bulizzunk és örvendjünk a találkozásnak. A dombóvári székelykör fontosnak tartja a külhoni településeken élőkkel a kapcsolatápolást, erre hivatott a székely magyar futballtorna is. 2014-ben, amikor Kertvárosban a Madéfalvi emlékhelyet avattuk, akkor itt voltak a madéfalvi fiatalok, és itt volt a madéfalvi polgármester is. És akkor ugye a mi fiataljaink, meg az ők nagyon összebarátkoztak, és akkor kitaláltuk, hogy mi lenne, ha lenne egy focikupa, el is jöttek ők is, és onnantól kezdve ez úgy működik, hogy a mi fiataljaink, focistáink mennek a Hagymafesztiválra, ők megjönnek tavasszal, és idén ez a 7. alkalom, hogy így összejött a csapat. Most a mai programnak az is még a különlegessége, hogy már nem csak Madéfalva jött Székelyföldről, hanem gyergyóiak is. Dombóvár testvér települése Gyergyó Szent Miklós, és idén ők is jöttek foci csapata, ami külön öröm számunkra. Van, aki nagyon készül rá, van, akinek egyre nehezebb. Nekünk azért kihívás, mert ebben a dombóvári foci csapatban ugye vannak olyanok, akik aktívan fociznak még, nehéz összehangolni. Viszont annál nagyobb öröm, mert végülis mindig összeáll a dolog, és annak örülök, hogy igaz, hogy idősödik a mi egyesületünk, de erre az alkalomra mindenki, aki él és mozog, eljön, segít. Büfé van, kávé van, sör van, minden földi jó, lesz egy kis vacsora is, és gyakorlatilag így fog zárulni ez a mai nap. Tulajdonképpen a cél a focikupa megrendezésével az egyik, hogy az anyaország és az erdélyi csapatotok, ugye, vagy az erdélyi emberek, a barátaink is együtt tudjunk lenni, ez egy jó alkalom. A másik nem titkolt szándék, hogy ugye fiatalítani kell az egyesületben, ezért is indítottuk el az oldásoknál a hagyományőrzés, hagyományok újratanítását, de a focikupával is az volt a célunk, hogy fiatalítsunk, hogy minél több fiatal tudjunk megmozgatni, és annak külön öröm, hogy most itt is vannak fiatalok, akik fociznak. A csapatokat nem ijeszti el az sem, hogy hosszú órákat kell utazniuk ez idő alatt, azt is át tudják gondolni, milyen taktikával lépjenek a pályára. Madéfalváról jöttünk Erdélyből, 12-en jöttünk, és azért érezzük fontosnak ezt a tornát, mert ezelőtt kb. 9-10 évvel véletlenszerűen kötetett egy barátság a dombóvári ismerősökkel, és rá egy évre már rákezdtük ezt a kapcsolattartást, úgyhogy a foci szintjén. Ők is jönnek Madéfalvára, mi is jönünk most már Dombóvára. Ezek a meccsek szerencsére egyáltalán nem véremenőek. Én úgy gondolom, hogy baráti hangulatban zajlanak. Felkészülni volt időnk felkészülni, mert kb. 20 órát utaztunk, kisebb megszakításokkal. Ilyenkor inkább az a leghátráltatóbb, hogy tehát a pihenés hiány. És a száraz edzés. Hogyha értik, mire gondolok. Nekünk is egy baráti társaságunk van, mi is játszunk hetente, és úgy próbáltuk megválogatni ezt a csapatot, hogy csak azok az emberek jöjjünk el, akik nem csak a foci köt össze, hanem más is, tehát mi barátok vagyunk. Mi vagyunk a címvédők, természetesen azért jöttünk, hogy győzzünk. Az első meccs után most már valószínű, nem nekünk áll a zászló, de hát
megpróbálunk mindent vállalni a pajtanyait. A térségben működő szervezetek is örömmel vesznek részt a kapcsolat ápolásra is alkalmas székely magyar futballtornán. Kezdetektől itt vagyunk, Bátaszék színeit képviseljük, a Bátaszéki Székely Baráti Kör csapataként. Minden évben, tehát a kezdetektől fogva itt vagyunk. Hát örömmel tölt el bennünket, mert ugye a székelyföldi csapatok is azért általában egy vagy két csapat itt van, meg ugye a környékbeli székely lakta települések csapatai is eljönnek, és hát ez végig is egy ilyen baráti összejövetel, elbeszélgetünk minden évben. Most is egész héten készültem, hogy a sombereki barátok itt lesznek, hát az utolsó pillanatban ugye visszamondták, de hát a többieket is azért ismerjük, mert mondom már 7 éve, 7. alkalommal itt vagyunk. Ebből a szempontból jó, hogy itt vannak ugye a székelyföldi csapatok, mert ők azért ezt a hagyományos ízes beszédet ugye űzik, a mai napig így beszélnek. Itt azért a magyarországi székely leszármazottak és székelyek az ugye a magyar nyelvet teljes egészében átvették, és ezek a ugye szakszavak, amit ugye kint székelyföldön használnak, azért az ember nagyon ritkán, tehát még az időseknél halljuk, de a fiataloknál abszolút most már kifogyóban vannak ezek a szavak. A gyergyószentmiklósiak 9 fővel képviseltették magukat a testvértelepülés tornáján. Vagyunk 3-an a hivatalos delegáció része, akik úgy értve mi csak drukkolunk a csapatnak. Gyergyószentmiklós itt van az alpolgármester, jó magam és a mellékgazdaság vezetője Orosz Lóránt, és mi drukkolunk a gyergyói csapatnak, vagyis mindenkinek, mert egy nagyon jó hangulat. Gyergyószentmiklós 2021. augusztusában írt alá a testvérvárosi település Dombovárral. A tavaly itt voltunk szintén a gálán is, de csak részvevője, szemlélője, meg minden, és az alpolgármester úrnak volt ez az ígérete, hogy az idén csapatot is hoz. Úgy értve hazuló hazajövünk, úgy értve, hogy mivel hogy a székelykör szervezésébe is, meg minden, és úgy érezzük mi is, hogy azért otthonról úgy értve hazajövünk, székelyekül jövünk ide is a székelykörhöz, hát akkor miért ne színesítsük, és miért ne ugyanazzal a lelkesedéssel, adrenalinnal és drukkal, sikerdrukkal, közös élménnyel, miért ne gazdagodjunk mi is, és gazdagodjuk ezt az eseményt. A hangulat örökké nagyon jó, úgy értve a távolság, 7-800 km távolságról is úgy érezzük, hogy érdemes jönni, és bármilyen áron is fáradtság félretéve, úgy értve ilyenkor nincs fáradtság, úgy, ahogy mondják, felénk van egy jó mondás, hogy lakodalom, sokadalom, ilyenkor nincsen betegasszony, beteg ember, hát ugyanúgy érezzük ezt is, úgyhogy itt el kell jönni és együtt lenni, feltöltődni egy következő gála, egy évig van miből merítkezni és tudunk dolgozni. A barátságos mérkőzések nagy izgalmakat hoztak, végül sok év után először sikerült a dombovári csapatnak megnyernie a székely magyar futballtornát.